Bejelentés érkezett április 12-én kora reggel a kecskeméti rendőrségre. A bejelentő elmondta, hogy tanúja volt annak, amint egy férfi egy megyeszékhelyi ingatlan kerítését megbontotta, majd az udvarra bemászva a vízaknából valamit el akart vinni, ám ez vélhetően nem sikerült. Olvasható a polisz.hu oldalán. A nyomozók a térfigyelő kamerák felvételei alapján szinte azonnal beazonosították a feltételezett elkövetőt, aki nem volt ismeretlen számukra. A bűncselekmény helyszínétől alig 500 méterre el is fogták a betörőt, akinek a ruházata vizes volt. Mint kiderült, a tolvaj a mérőórát akarta elvinni. Ugyan nem járt sikerrel, ám miközben a szerkezetet feszegette, a nyomás alatt álló csövön keresztül több köbméternyi víz folyt el. A 25 éves férfi a nyomozók szerint egy másik bűncselekményt is elkövetett. Néhány nappal korábban betört egy Kecskemét külterületén lévő tanyába, ahonnan kézikocsit, csaptelepeket, valamint mosdókagylót tulajdonított el, miután átkutatta az egész házat. A kecskeméti rendőrkapitányság bűnügyi osztályának munkatársai előterjesztést tettek B. Viktor letartóztatásának indítványozására.